És bizony egy kicsit komálunk, megfogjuk a kezüket szemben, és úgy énekeljük, hogy koma, koma, komálunk, eszendeig kapálunk, ha élünk, ha halunk, mégis komák maradunk. És egy nagy ölelést kapnak a végén. De szeretnéd körülni? Koma, koma, komálunk, eszendeig kapálunk, ha élünk, ha halunk, mégis komák maradunk. Koma, koma, komálunk, eszendeig kapálunk, ha élünk, ha halunk, ölelünk, mégis komák maradunk. Itt a mar. Ja, kányi, ki, jön a Blanka néni, nököt visszatérnén, ha elfárad, leteszi. A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 15 éve üzemelteti az ország egyetlen gyermekrohamkocsiját, és most meghívást kaptunk erre a szuper rendezvényre, hogy itt biztosítjuk a rendezvény egészségügyi ellátását a mai napon. A mi legszínvonalú felszerelése megtekinthető egész nap a gyermekrohamkocsinak, és szeretettel várjuk az érdeklődőket. A gyermekrohamkocsinak nagyon speciális a felszereltsége, teljesen egyedi kialakítású, világszínvonalú, és kvázi egy mobil gyermekintenzív osztálynak megfelelően működünk. Ahogy azt a mentő belső is mutatja, abszolút gyermekekre van specializálva, plüssállatokkal, gyermekrajzokkal, és hát sok szeretettel gyógyítjuk a kicsiket folyamatosan. Gyere, meg lehet nézni, igen. Gyere, csak nyugodtan. Ide figyeljenek, köszi rititetik, és a vásározók tudtára adatik, hogy a mai napon a Tahi hídfőnél vásárt tartatik. Kések világ tucatszám, képek kártyák tűzszerszám, orsóguzsaj, színvonó, hegedű és ahhoz vonó. Csinált virág, sarkantyú, spanyol viasz, kappantyú, structól kalamáris, dugóhúzó és kaláris. Rész derejemet élő, bicska, kappa, herélő, írótól ceruza, kréta, árva, lányhaj, bokréta, suvic, kefes, sarkantyú, bugyelláris furuja, bécsi rongy, keményítő, tűzfajta, készítő, varró, vánkos, kisolló, cérna, pamut, vasaló, pátlika, pajusz, köpülő, finom, csörögemet élő, pátlika, pálinka, egyenes és görbe, tű, lóvarró, csengettyű, acél, fűrész, reszelő, kávéörlő, meszelő, furulya, véső, kalapács, szörta, risztja, kislámpás, posztó, zsinór, lámpabél, gyertya, tartó, ostornyél, pencil, kappantó, utitáska, lópatkó, csatokszíjak, részgyűrűk, ritka, fésük meg sűrűk, só, paprika és lecsó, legyező és szegharapó, kendermadzak, töltött tyúk, gyermekeknek kis faluk, cikória, kendermag, lencse, borsó, kásabab, árpa, búza, konkolyos, szín, édes, méz, sonkolyos. Kis csupor, nagy csupor, reszelő, messzelő, gyűrű, orló, mángorló, lányok kezébe való, ezen cikkek kaphatók, itt a Tahi vásárba meg is vásárolhatók. Ezért pedig legyen hála nem is másoknak, mint előbben a Tahi önkormányzatnak. Következőképpen pedig köszönjük szépen Magyar Zoltánnak, aki a területet a mi rendelkezésünkre bocsátotta a vásárért. Valamint köszönet illeti dr. Magyar Gábort is, aki a júnyájat ide elhozta nekünk, hogy majdan azt Szent Mihály havának megfelelően behajtásra kerítsük. Most pedig a vásár megnyitásához szeretnénk, hogyha nagy tapssal ide fogadnánk magunk közé a Csillagszemű Táncegyüttes Szentendrei csoportját, aki segíteni fog nekünk, hogy egy kis hangulatba keveredjünk
egy nagy tapsal bíztassuk meg az apróságokat! A zsandári sétetnek, kisebb ikeret nagyobbikat, tartsa meg magának, kisebb ikeret nagyobbikat, tartsa meg magának. Legkisebbik, legrongyosabb, legcsinosabb bojtárja. Thank you.
olyan ügyesek voltak, aranyfüvek. Gyerünk, Nyuszko! Hát Levi nagyon ügyesen teker. Ez is jó volt. Pizzasz. Miért van a kis karmád? Helyet, helyet, Tajdonfalu olvasainak, akik eljárt!
Ezen elért kedves és becses napon kérem és kívánom a mindeneket kiegyenlítő gondviselést, a mi jó urunkat és Istenünket, hogy az öreg és apró szentnek felettünk való érkedését, Isten ő szent felsége úgy igazítsa, hogy a kegyelmetek lelkisubája megreázzék, ártatlanságának körmöle beleporosodjék, hanem bizony irgalmatlanul kitulipároztassék. Álljon itt példaképpen Taitós való önkormányzatának a nemes cselekedete és jó kívánságai. Köszönjük mindazonáltal Magyar Zoltánnak, aki ezt a területet a rendelkezésünkre bocsájtotta, és köszönjük! Itt vagyunk, Peti. Hogy az arcú Krisztus tette meg a magunk kirakva, hogy meg tudjuk nézni a mesét előre, csak előre lássuk, mi lesz belőle. Szia, Csenge! Kicsit itt a villogóját, hogy nehogy lemaradjon, jó? Mert ott haza is tudod szólni vele, oké? Igen. De miért? Csak most a kisfiú. Sziasztok! Tőpárna, ez a fő funkciója, de így mellé lehet rakni egy-két dolgot. Ebbe is van egy pici olló, igen. De valójában ez a gombozsák része. Úgyhogy egy nyaralóba, de aki meg nagyon bar, én tőpárnának ezt használom otthon, mert kéznél van. Lehet, hogy vissza ők a lányomnak lehet, mert ez a nagyon kedves. Ja, hogyha varrós. Igen, mert hogy igen. Vagy ez is szerintem, hogy egy kis pici zseb. Te csinálod? Ez barátom részre. Anyu néz. Ez jó. Nincs ló. Jött ő? Nagyon szépen. Van még vagy jó tocsi. Igen. Falu közepibe, korcsmos templom között, ott állott a bírónak háza, és a bírónak esett egy leánkája. De tudod én, milyen volt még néki? Négy pár lova, de azok olyanok voltak, a csillagot az égről lerúgták. Hat pár ökre, és nezzed annyi jó, ha volt, meg se lehet őköt számolni. Na, ilyen feleség kell-e? Mondom, négy pár lova volt ember. Hat pár ökre, s nézd meg, mennyi jó. Ha kell-e ilyen feleség? Volt néki egy Ferrari-ja, egy Lamborghini-je, meg két Audi Q7-ese. És olyan kertje volt néki ember, hő, te ízaúros, egész familiája dolgozott benne, hogy a füvet levágják. Na, ilyen feleség kell. Tudtam mindent a nősülés. Nem bízom, megbúsult a magát, Gyula, nem lesz felesége. Kimossa ki a gagyámot. S menj, Gyula, a faluk, és leért az alvégre, s ott nézi te. Ott is milyen ügyes leánkák vannak, nézd meg. Ott is vannak szép szőkék, ne. Vannak barnák, kisebbek, nagyobbak, nézd meg. És megkapta Gyula a legügyesebbet, a legszebbet, olyan feleségnek való te. Hét üres faluban nem lehetett olyat kapni. És míg a feleség odahozza főzőt, Gyula jár ki az erdőre favágni. Vágtál-e már fát, pojtás? No. Kiment az erdőre, megnézte a legnagyobb cserefát. Megpökte a markát. Nem belefújt, megpökte. Add ide meg. A zöldje tapad kenyér.
S fogta a nagy fészét. És kezdte a fát csupogtatni. Nem lopta a fát, nem derékba vágtott, lenne a tövénél bátran. Ha ő meg... Nem lehet rönteni, sok ez csak Nagyon jó. Ide szúrd bele, ügyesen. Beleszúrtad? Ott van! Már csak kis helyen is elfér. Tehát az, hogy... Olyan falfestmény, vagy olyan leírás nincsen, ami a kvázi szabad. Köszönöm.
Már ebben a faluban volt két asszony. Olyanok voltak, hogy itt állt ajtót, faluban át sincs olyan. Zsuzsi néni és Mári néni. Ezek ketten a pletykát nem szerették megtartani. És reggel jókor megebredtek, és az uruknak meghagyták, hogy nem én vagyok a maga ura, ott van. Mindenki ura meg, ahogy fent van, de annak ne parancsolgassa, mert agyoníti az Isten nyila. Rők négyet szerettek a kertre. Eltartották a nagy csopajtót. Eltartották. Meglátta ötöd gyilok. Megálljatok plegytársak, néztek csak a szátokját. Járjon kezetek, lábatok, olyat csettintet. Fejeztek a táncból. Oda, őrbe. Húzzál ki ezt a kőt! Csak úgy nyitó szirénye, forogjon a plára, jó Isten megállja minket, csapják a bokáikat! Járták a táncot, akarták, nem akarták! Na szegélyenek! Álljanak többé! Maguknak esélyt belőle, ez is csak a nyáluk csordott, most táncolhatnak. Járták a táncot! Három nap, három éjjel! Éljenek, éljenek! Lássák a televízió, milyen egy áldott jó masina. A segítő gyükeleter ezt felállni nem tudna. Úgyhogy az asszonyok ne tudják az urukat, ha se tud felállni.